Ebben az évben volt a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója, és ugye ennek kapcsán több beszélgetésre is sor került már stúdiónkban. Mai este egy olyan fiatalemberrel beszélgetünk, aki a Hajdunán, főként a hajdunánási eseményekről írt a dolgozatot, és kutatja ezt a témát, mégpedig az 1919 és 20 közti időszakot, amikor is hajdunánás román megszállás alatt volt. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a stúdiumban ifja Buckó Józsefet, aki az ELTE 5. éves mesterképzésén levő hallgató, és ha most jól értelmeztem, akkor balkán tanulmányokat, balkanológiát, lehet, hogy ez nem pontosan fedi, amit én most mondok, végez. És hát ugye a közelmúltban jött haza éppen Csíkszeredából, ahol egy hónapos szakmai gyakorlatot töltött. Ez a tanulmányod, ez a hajdunános román megszállásának előzményei, tehát ami ez már a Centenáriumi idő című kötetben is megjelent, de azt gondolom, hogy érdemes erről egy picit részletesebben beszélni, hiszen nagyon-nagyon sok olyan dolog történt, ami érdekes lehet az utókor számára, de főként abban az időben, akik itt éltek, akik átélték a román megszállást, egy háború után, egy tanácsköztársaság után, tehát hogy a helyi társadalom hogyan is ért, hogyan érte meg ezt az egészet. Kezdjük talán ott, hogy majd rátérünk erre, de hogy egy kicsit arra, hogy miért éppen ezt a balkán tanulmányokat folytatja Józsi, mi indította erre fel? Tehát ez egy érdekes, gondolom nem túl sokan folytatnak ilyen tanulmányokat. Hát először is köszönöm a meghívást, és üdvözlök én is mindenkit. És hát igazából nem, 5 vagyunk a szakon jelenleg, és az sem biztos, hogy következő évben be fog indulni, mert nem lesz elég jelentkező, viszont mi azért csináljuk ezt hűségesen, és nekem a motivációm az azért több irányból fakad, vagy több szára van. Egyrészt mindig érdekelt így a Balkán, sokat jártam ott több országban, de különösen is Románia, aminek a történelmével, meg a román-magyar közös történelmel ugye foglalkozok én jobban. És igazából a személyes kapcsolatok és az érdeklődés ez vezetett ide. És konkrétan a szakdolgozatomat, hogy miért kezdtem el erről írni, az meg az, hogy amikor végzős voltam alapszakon, akkor utolsó éven egy nagyon jó anyagra bukkantam, ami alkalmas volt, hogy írjak belőle egy szakdolgozatot, és aztán meg is maradtam a témánál igazából, mert most is ezzel foglalkozok. Tehát, hogy aki ráakad egy nagyon jó témára, az végül is belekapaszkodik, és akkor próbálja mindig az újabb és újabb szálakat fölfejteni. De kezdjük ott, tehát most akkor térjünk rá konkrétan erre a dologra, hogy hogyan is zajlott ez itt hajdunánáson 1920-ban. Aztán utána majd még a gyakorlatról is beszélünk, mert azt gondolom, hogy az is nagyon érdekes lehetett. Mert ugye Románia, tehát összefüggnek a szálak. Milyen helyzetben volt hajdunánás, amikor ide a románok bejöttek 1919 áprilisában, ha jól tudom. Tehát a világháború, tanácsköztársaság. Igen. Tehát egy nagyon kivérzett, nagyon elszegényedett településre érhettek, gondolom én. Igen, ez pontosan így volt. Születtek erről nagyon hasznos tanulmányok. Például Dravicki Imre írja azt, hogy ő úgy fogalmaz, hogy egy borzalmasan zűrzavaros helyzet volt az, amiben ekkor leledzett a város. Pontosan a háború utáni traumák és a tanácsköztársaság után. Ez egyébként egy tényleg nagyon érdekes dolog. Debrecenről van például olyan feljegyzés, hogy amikor ugye mielőtt hajdunánást elérték a román csapatok 19 tavaszán, akkor amikor bevonultak oda, akkor a lakosság, vagy legalábbis egy része kivonult az utcára, és amolyan felszabadítóként üdvözölte a román hadsereget, és ez valószínűleg így történhetett a többi településen is, Nánáson is, hogyha nem is ilyen mértékben, de az szerintem egészen biztos, hogy egyrészt maguknak a románoknak nem volt feltétlenül egy olyan negatív konnotációja a lakosság körében, mint mondjuk esetleg manapság vagy a háború utáni időszakban közvetlenül. Másrészt pedig igazából a legtöbben ezt úgy élték meg, hogy mondjuk volt két rossz, vagy volt egy rossz és egy másik, amely egy kicsit talán jobb, és ezek voltak a románok, és a
proletár diktatúra hónapjai után, Lenin fiúk után valahogy jobb opciónak tűnhetett, elfogadhatóbbnak tűnhetett az, hogy jön a román hadsereg, aki rendet fog tenni, azért, mert erre vágytak az emberek leginkább, a rendre. És egy ideig, legalábbis a legelső pillanatokban ez úgy is tűnt, hogy ők meg is teremthetik valamilyen formában. No, akkor folytassuk onnan, hogy ugye megérkeztek 19. április végén Hajdúnállásra a román megszállók, és mi következett, tehát hogyan rendezkedtek ők be itt, hiszen a későbbiekben az kiderült, hogy ők ezt nagyon komolyan is gondolják, tehát itt ugye már komoly közigazgatási rendszert is kezdtek kiépíteni. Igen, hát talán azt érdemes onnan elkezdeni, vagy ezt elindítani, hogy ugye Románia még 1916-ban, amikor belépett az első világháborúba, egyébként előtte ő a központi hatalmak szövetségese volt a négyes szövetségben, tehát az osztrák-magyar monarchiának az egyik szövetségese. Viszont az Antant jobb ajánlatot tudott tenni számára, méghozzá azzal, hogy egészen a Tisza vonaláig, és még egyéb területeket is, amiket később aztán nem kapott meg, odaígért neki, és ez elég volt ahhoz, hogy igazából átálljon, és a másik blokkban kezdje el a saját háborúját. És pontosan ezért Romániának, gyakorlatilag a román politikai vezetésnek is a Tisza vonala az egy ilyen minimum volt, mondjuk így, és ugye Hajdúnállás is, meg az egész Tiszántúl. És pontosan ezért, amikor a románok bejöttek ide, akkor ők Debrecenben létrehoztak egy ilyen központi katonai, vagy egy katonai központot, ahonnan gyakorlatilag irányították, szervezték az életet, és például ide tartoztak a rekvirálásoknak a szervezése is, amikről majd egy később mindenképpen szerintem fogunk beszélni. És Hajdúnállás esetében pedig talán ami úgy érdekesebb az, hogy valamiféle visszarendeződésként is értelmezhető az, hogy megérkeztek a románok olyan értelemben, hogy például Hajdúnállás esetében az 1918-as októberi állapotok álltak vissza. Ezt úgy értem, hogy ugye a megalakult munkástanács, a direktórium vezetőit, tehát őket kiiktatták a város vezetéséből, és visszakerülhettek azok az emberek, akik korábban voltak. Viszont ezzel egyidejűleg elkezdődött egyfajta tisztogatás is a proletár diktatúrának, a prominens szereplőit perbefogták, elítéltek közülük nagyon sokakat. Említette a rekvirálásokat. Most ugye ez hát gyakorlatilag ugye a katonaság ment és lefoglalta, parancs volt rá kész, nem lehetett velük tenni semmit sem, jószágot, terményt, amit csak lehetett. Mit tudunk erről? Tehát a nagy mennyiséget, nagyon nagy mennyiséget foglaltak le. Ilyen óriási mennyiséget. Ez úgy történt alapvetően, hogy először készítettek egy összeírást, aminek alapján végezték el a rekvirálásokat. Ezt 19 nyarának a legelején csinálták, egy hét alatt megcsinálták, mindenre kiterjedt, állatokra, tehát jószágállományra, mezőgazdasági gépek, takarmány, és még igazából amit el lehet képzelni. És a rekvirálásokat pedig alapvetően, én legalábbis itt ebben a tanulmányban két csoportra osztottam, mondjuk így, volt egy, ami szerintem bizonyos tekintetben elfogadható lehet, amikor mondjuk egy megszálló hadsereg a saját igényeit fedezi a megszállt területen lévő értékekből, javakból, egy ideig, amíg ott van és szükséges mértékben. Viszont azért vannak például a jegyzőkönyvekben utalások arra, hogy azért ez sem teljesen így történt. Például a Református Egyház presbitériuma többször írta a polgármesternek, hogy nagyon sérelmezi azt, hogy a város tűzifáját a román hadsereg felhasználja a saját tábori konyhájára, úgy, hogy egyébként a városban már gyakorlatilag semmiféle tüzelőfa nem maradt. Szóval volt ez az egyik része. A másik pedig az, ami igazán fájdalmas lehet a város számára, és az emberek számára, és igazán az egész megszállt területen lévő mindenkinek, az, hogy rengeteg terményt és jószágot elszállítottak gyakorlatilag
elvitték őket Romániába, a regátba, az ókirályságba, és ezzel borzalmasan nehéz helyzetbe hozták a lakosságot, még gazdasági értelemben főleg. És hát ugye ehhez a helyzethez, ehhez a szituációhoz tartozik az is, hogy bizony-bizony azért a nánásiak is megismerhették a román fegyelmező rendszert, a botütést, ami azért elég fájdalmas egy dolog lehetett. Igen, hát volt egy ilyen, ezt megemlíti, több visszaemlékezésben is lehet erről olvasni, hogy volt egy Dolzecsi Csincs nevű eljárás, ez egy 25 botütést takaró fogalom, ami azt jelentette, hogy a deresen ellátták a baját annak, akivel esetleg adódott valami gondja a katonai parancsnokságnak. Tehát, hogyha például nem akarta teljesíteni, tehát nem akarta odaadni a... Valószínűsíthetően, igen. Ebben az időszakban arra is berendezkedtek már, tehát nagyon rövid idő alatt, hogy például az embereknek egyfajta nyilvántartása, tehát ugye ez az összeírásból mindenféleképpen következik, hogy egyfajta személyazonosító igazolványt is már készítettek? Igen, ez nagyon érdekes. Hozzám került a szakdolgozat írási folyamán hozzám került egy ilyen bulletin, vagy gyakorlatilag egy ilyen személyazonosító okirat, amin két nyelven is fel vannak tüntetve az adatok, és ezt valószínűleg mindenki megkapta a városban. Ez részben feltételezheti azt, hogy ugye Tiszán túl lévén az itteni településeket és az itt lakókat valamiféleképpen próbálták integrálni, hogy esetleg később román állampolgárok legyenek, vagy hogy esetleg szokják ezt a kétnyelvűséget, és ez nagyon érdekes dolog. Hát igen, igen, érdekes lett volna, hogyha így marad a helyzet, és akkor mondjuk itt már Hajdú Nánás nem is magyar, hanem mondjuk román közigazgatás alatt lenne, tehát szóval azért ebben nagyon érdemes belegondolni. Mondjuk annál is inkább, mert ugye éppen most a napokban fogadták el azt a törvényt, hogy június 4-ét ünnepnappá nyilvánították Romániában, a trianoni békediktátum napját, tehát szóval... Elég nehéz lehet az erdélyi magyaroknak is. No, hát ugye ez végül is ez a megszállás egy évig tartott, bizonyára nagyon keserű emlékek maradtak utána, de hát eltelt 100 év. Ugye most ön egy hónapos gyakorlatát töltötte, hát most ha hivatalosan azt mondom, hogy Románia, de hát ugye Erdélyben, Székelyföldön. Az itthoni levéltárakban elég sok mindenhez hozzájutott e témával kapcsolatban. Kint Csíkszeredában volt ugye a bázis, tehát ott dolgozott, ott végzett kutatásokat. Esetleg ott volt-e valamiféle fajta nyoma ennek a dolognak? Tehát ugye Csíkszereda még ugye annak idején a székely menekülések kapcsán mindenféleképpen kapcsolatban volt ugye Hajdú Nánással. Mit tudott? Mire talált esetleg rá itt a Székely Nemzeti Múzeum, ha jól tudom, akkor ugye ott volt gyakorlaton. A Csíki Székely Múzeumban voltam, igen, ott töltöttem el másfél hónapot, és ez alatt részben azért is mentem én ki, hogy folytassam a román megszállással kapcsolatos kutatásaimat, ami időközben átterelődött a sajtóra, tehát leginkább azzal foglalkozok, magyar és román nyelvű sajtóval. Viszont a első probléma az volt, hogy egész Románia területén a levéltárak azok be vannak zárva, nem férhető hozzá semmilyen anyag, így egyedül maradtak a könyvtárak, ahol azért tudtam valamiféle segítséghez hozzájutni, noha nem akkora mértékűre, mint számítottam. Viszont amennyire én tapasztaltam, visszatérve a június 4-i problematikához, hát tekintve, hogy június 4-én nem jártam, vagy nem akkor voltam, ugye nem akkor töltöttem a gyakorlati időmet, ez mindenféleképpen a székely, vagy csíkszeredai társadalomnak is egy részének egy fájó dolog, mert konkrétan most erre a törvényre gondolok, amit elfogadott a román parlament. A sajtóanyagokhoz, ha hozzáfért, akkor találta tehát, hogy a megszállással kapcsolatban miket írtak annó, tehát ugye a korabeli sajtó, vagy az utána következő években, évtizedekben? Alapvetően, hát ugye a sajtó az mindig egy ilyen csalfa barát, mert ugye mindig sosem teljesen reális képet fog mutatni nekünk az aktuális helyzetről, viszont
Viszont, hogyha például a román sajtót nézzük meg, a magyar ország megszállása esetében, akkor az teljes egészében látszik, hogy ők teljes mértékben azt kommunikálták is 100%-osan, hogy nekik az elsődleges céljuk az a, amivel őket megbízta az Antant is, meg a Párizsi Békekonferencia, az az, hogy a vörös uralmat és a proletár diktatúrát megszüntessék Magyarországon. Holott azért a valóság, mint ahogy azt eddig is, ahogy beszéltük, nem feltétlenül ezt mutatta. Szóval ezt teljes egészében átjön a sajtóban. Az olyan teljesen természetesnek tűnt akkor a román sajtó számára, hogy Magyarországból hát egy nagy karét kikanyarítottak? Vagy ezt ilyen abszolút jogosnak érezték? Igen, az a helyzet, hogy ezt egyrészt a szakirodalomban is, másrészt meg a sajtóban is nyilván ez egy teljes, úgymond egy jogos jusként tekintettek erre. Úgymond a díj, amiért ők harcba szálltak és küzdöttek, és igazán fel sem merültek például etnikai mondjuk szempontok, amik ezt tehát érvénytelenítették volna, mondjuk így. Tehát ez egy teljesen jogszerűnek tartották mindezt. Számukra igen. Arra vonatkozóan találtál valami olyanféle fajta forrást, dokumentumot, hogy hát ugye Balkán tanulmányokat végeztem, tehát ugye azért a környező kisebb országok hogyan tekintettek, vagy tekintenek most Romániára? Tehát félnek, nem félnek, van-e egyfajta hatalmi vákum, nem tudom, tehát csak kérdezem, hogy... Ez egy nagyon érdekes kérdés, igen. Hát igazán úgymond, aki fél Romániától valamilyen értelemben is, az a szomszédja Moldova, vagy a moldovai köztársaság, ez a szovjet Moldova, mert ugye neki a lakosságának a legnagyobb része román nyelvet beszélnek, és a két háború közti időben ezt a területet Besszarábiának mondott részt, ugyanúgy megkapta Románia, mint Erdélyt Magyarországtól, viszont a II. Világháború után elvesztette a Szovjetunió elvette tőle, és Romániában most is vannak olyan politikai erők, amik támogatnák az egyesülését a két államnak, és ugyanez megfigyelhető, igaz, kisebb mértékben Moldovában is. Viszont ugye az ottani orosz lakosság számára ez mindenképpen egy félelem forrás lehet. A többi országot tekintve talán én ezt nem tudnám elmondani, tekintve mondjuk azt is, hogy például Szerbiával kapcsolatosan az elmondható, hogy mindig is volt egyfajta, még a Kisantant időszakából eredő egyfajta barátság a két ország között. Tehát, hogy összeállunk esetleg az a szövetséget, pontosan az osztrák-magyar monarchia, illetve hát utána már Magyarország ellen. Tehát akkor mondjuk ez így valahogy elmondható? Igen, hát ennek van egy ilyen történelmi alapja mindenképpen, ami az első világháború utáni időszakban nagyon erős volt, aztán alább hagyott, de azt hiszem még most is létezik ez mindenképpen. Tehát ezek a kis nemzetállamok... mert végül is nem egy nagy lélekszámú nemzetállamokról van szó. No, tegyünk rá egy kicsit így befejezésképpen a hétköznapokra, hiszen azért másfél hónapot, 5-6 hetet eltöltött Székelyföldön, gondolom fiatalokkal is találkozott. Milyen az ottani fiatalok élete? Hasonló más a mentalitásban, gondolkodásban, gondolom össze is tudtak járni, bár azt is gondolom, hogy a vírus miatt nincs túlságosan nagy mozgásterük ott a fiataloknak, meg egyébként sem. Igen. Hát tekintve, hogy nekünk vannak jó családi barátaink Csíkban, Csíkszeredában, ezért alapvetően is voltak kapcsolataim, viszont most ez alatt az időszak alatt tényleg tudtam szerezni új barátokat is, és talán a mentalitásra van egy ilyen kis történet, ami ezt így jól szemlélteti, amikor mondjuk együtt voltam egy-két emberrel, és beszélgettünk, és én ugye tanulok románt is, hogy tudjam az anyagokat értelmezni,
és például ott valamire román kifejezést használtam, mondjuk az állomásra azt, hogy gára, akkor majdnem minden esetben rám szóltak, hogy ezt így ne mondjam, vagy például egy település nevét, hogyha románul mondtam, mert mondjuk csak azért, mert rövidebb volt kimondani, akkor azt egyből megkaptam, hogy itt inkább magyarul mondjam a település nevét, vagy azt, az akármit, amiről éppen beszéltem. Ez mindenképpen érzékelteti azt szerintem, hogy van talán alapvetően bennük egyfajta elég mély elköteleződés, és mondjuk a magyarságuk iránt. Tehát ez az identitás az azért elég erősen él a fiatalokban is? Igen, ezt én ezt kimerem jelenteni általánosságban. Persze nem mindenkinek, sok emberrel találkoztam én is, de ez tényleg egy olyan dolog, amivel így érdekes találkozni ott, és amire nem feltétlenül számítottam. No, most nézzük a másik oldalt. Tehát ugye úgy nagyjából beszéli a román nyelvet, gondolom. Tehát, hogy a hétköznapok során, tehát amikor ugye elvegy őt, mert gondolom, csak bevásárolni erre-arra csak kell, tehát nem egész nem gondolom a múzeumban ült, akkor, és hallhatott beszélgetéseket. Milyen tapasztalatokat tudott leszűrni? Hát ugye Csíkban mondjuk a 80% az embereknek magyar alapvetően, és román beszédet leginkább például az állomáson lehet hallani, vagy ugye mondjuk a rendőrök. De azért én sokat utaztam, amennyire volt lehetőségem hétvégente például különböző helyekre, Brassóba, Szentgyörgyre, ahol azért többen vannak románok. És az igazság, hogy én nagyrészt megértettem, de azért nem vagyok feltétlenül olyan szinten, hogy igazán jól beszélgessek. De mit szűrt le tehát? Ugye, tehát Csíkban ugye 8, szerdában 80-20% mondjuk az arány. Nagyjából. De hogyan élnek az emberek egymás mellett? Mert ugye itt is azért elég szélsőséges nézetek vannak. De én gondolatom szerint az egyszerű hétköznapi emberek azok teljesen normálisan élnek egymás mellett. Igen. Én azt tapasztaltam, hogy igazából az embereknek, a magyaroknak sem jelent egyáltalán problémát, hogyha például bemennek egy postára, és ott mondjuk románul szólnak hozzá, akkor ő románul válaszoljon, vagy fordítva. És ugyanígy egyébként a fiatalokra visszatérve ők is elmondták ezt. Csíkról is másrészt, meg például Kolozsvárról is mondjuk, ami egy nagyobb egyetemi város, ahol mondjuk valamilyen szinten létezik szegregáció, mondjuk mert vannak magyar helyek és román helyek, de konkrét problémáról senki sem mesélt nekem, senki sem beszélt, és én se tapasztaltam egyáltalán. Tehát igazából jól el vannak, tehát hogyha az ellentéteket nézzük, akkor igazából ez az, amit a politika szint, de ez már egy másik beszélgetés témája, azt gondolom erre nem igazán kell nekünk most itt kitérni, hiszen gyakorlatilag milyen tapasztalatokkal tért haza erről a másfél hónapos gyakorlatról? Mit tudott a zsákjába gyűjteni, mi az, amit majd tud hasznosítani, gondolom a további szálak felfejtésében és újraszövésében? Nekem ez az egyik legjobb időszak volt, amit eltöltöttem ott mindenféle tekintetben. Szakmailag is, noha levéltárak zárva voltak, de tudtam haladni mégis a munkámmal, és a múzeum tekintetében is. Ott is nagyon jók voltak a kollégák, azok, akikhez be voltam osztva, és jó volt egyrészt belelátni egy ottani múzeumi életbe, alapvetően egy múzeum életbe is, egy székely múzeum életébe, és igazából az egész város életében valahogy jó érzés volt ott részt venni, és én eddig is egy kicsit ilyen második, harmadik otthonomnak tekintettem a várost, és ez azután is csak erősödött bennem. Mindenképpen vissza akarok még térni, invitáltak is, és valószínűleg kutatás miatt is kell, hogy visszamenjek még, úgyhogy tehát akkor biztos. A folytatás az következik. Igen. Gondolom, ugye volt az alap, most ugye van a mesterfok, és utána majd a doktori következik? Ez a terveim között szerepel mindenképpen, nem biztos, hogy a következő évben, de szeretnék menni, igen. Józsika, hát én kívánom azt, hogy legyen sikeres, tudja még tovább fejteni ezeket a szálakat, és hát ha majd újabb adatok fognak előbukkanni a romániai levéltárakból, hát ugye most elég zűrzavaros idő van főként Romániában, de hát bízunk benne, hogy ez a vírus azért csak elül egyszer, és akkor majd felszabadítják a levéltárakat, és is lehet kutatni.
Én további jó munkát kívánok önnek, és hát majd egyszer valaki megkérdezi, hogy hogyan is sikerült ezt a 1920-as hajdonállási történetet még tovább bogozni, és esetleg teljesen egészíteni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.